No, megyünk tovább az amerikai elnök választással kapcsolatosan. Lakatos Júlia ugye itt van a stúdióban. Jó reggelt még egyszer. Jó megmaradsz reggelt. Itt nálunk a stúdióban, mindjárt beszélgetni is fogunk, de előtte kapcsoljuk a mi kollégánkat. Novák Andrást Washingtonból. Szervusz, András. Jó reggelt. Ott vagy a Fehérháznál most is. Igen, itt vagyok a Fehérháznál. Donald Trump bent van a Fehérházban, a tüntetők pedig kint a kerítésen kívül. Elég sok minden történt egy órája, amióta beszéltünk. Jöttek a rendőrök, volt egy kis összetűzés, letartóztattak három embert. Tudjátok, olyan filmbe illően, hogy lenyomták őket a földre, megbilincselték be a kocsiba, és el is vitték őket. Mit csináltak? Aztán volt egy elég kom... hogy is mondjam, a kordonnál a kordonnál elkezdtek lögdösödni. Tehát ami... Ugye ez olyan tüntetés, mint amilyen otthon is szokott lenni, hogy a kordon egyik felén a rendőrök, a másik felén a tüntetők, és akkor lögdösik a kordon, és akkor megelégelik a rendőrök, akkor kikapnak három embert. Illetve nagyon érdekes, hogy szidalmazták a fekete rendőröket. Tehát a fekete tüntetők ugye azt kiabálták, hogy miért véditek ezt az embert, miért, tehát megint előkerült ugye az afroamerikai kérdés. Nagyon nehéz ezt itt igazán tisztán és érthetően megérteni, meg megfogalmazni. A lényeg az, hogy volt letartóztatás, volt egy kis lögdösödés, ami nagyon érdekes, hogy néhányan tűzijátékot és petárdákat dobáltak, és miután elég feszült a helyzet, ugye először az ember nem tudja, hogy lövéseket lehet hallani, amikor ilyen robbanás volt, az előbb a hátam mögött, másodszor pedig a kamera mögött a túloldalon, és akkor utána mondták, hogy csak petárda volt, mindenki nyugodjon meg, de itt először mindenki felzizent, hogy mi történik. Tehát egyelőre álló háborúban, ugye azért nincs komolyabb demonstráció, mert még nem lehet tudni, hogy ki nyerte meg az elnökválasztást. Mindenki azt várja, hogy legyen végleges eredmény. Én nem tudom, hogy ilyenkor neked, Andris, van-e arra időd, lehetőséged, módod, ez az utolsó kérdésünk, hogy beszélgess egyébként bárki ott jelenlévővel. Hát beszélgetek, sőt, ide jönnek hozzám, és az az első kérdésük, hogy kinek drukkolok, és figyelik a minden szavamat, hogy vajon... Biden mellett beszélek, de szerencsére nem értik. Tudnak magyarul. Megmondom nekik, hogy hála Istennek nem tudnak magyarul, kettő pedig megmondom, hogy középen állunk. Tehát ez egy teljesen természetes dolog, de hát itt azért tudni kell, hogy nagyon sok újságíró van körülöttem, itt az iraki, a német, a francia, az olasz tévé, vagy az osztrákok itt velem szemben. De a tüntetők, illetve a demonstrálók azt nézik, hogy vajon mi szimpatizások vagyunk-e, és vajon egyetértünk-e vele. Maradjunk annyiban, hogy erről nem beszélgetek velük. Istenem, a szokásos, totális félreértése a sajtó szerepének. Köszönjük Abszolút. Szépen, Andris. Köszönjük. Na, Júliával megyünk tovább. Júliával, igen, köszönöm, egy kapcsoljuk. Bocsánat, hadd mondjak el, mert közben ránéztem gyorsan a szenátusra, 46-46 egyelőre éppen a szenátus állása. Ugye a demokraták rettenetesen drukkoltak a lehetőségnek, vagy inkább ez egy vágyuk, hogy a szenátusi kontrollt Viszont a képviselőknél legyek. Ugye 174-157 az állás ugye a demokraták javára. Igen, igen. Ami viszont várható volt. Igen. Kicsit összefoglalva azt, amit eddig tudunk. Szerintem azt látjuk, hogy volt egy nagyon nagy várakozás a demokraták részéről. Úgy gondolták, hogy most van egy olyan hangulat, ami elsöprő változást hozhat az Egyesült Államokban, és ezt nem látjuk. És valószínűleg azért ennyire feszült most ez a helyzet, mert egyébként még bármilyen irányba elmozdulhat, de nem tudjuk, hogy milyen irányba, és ez valószínűleg jogi úton fog eldőlni, illetve türelemmel azzal, hogy kivárjuk, hogy összeszámolják az összes szavazatot. Ugye Joe Biden már beszélt, ő is türelemre intette a választókat, és hát a nagy kérdés, hogy Trump mit fog mondani. Hát valamit rögtön mondott, Juli. Megvan a reagált is Bidenre, hogy nem el fogják csalni a választásokat, és korábban azt mondtam, hogy hát eddig nem mondott ilyesmit, sőt, ugye annak ellenére, hogy azt lebegtette, hogy egyébként szisztematikus csalás lesz a demokraták részéről, nem voltak ilyen jelentések. Egy-kettő előfordult itt, de hát ez mindenütt előfordul. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy most egy olyan narratíva lehet, hogy megpróbálja azt elhitetni a szavazóival, hogy az, ami egyébként a választásnak a normális menete és a jogszerű menete, hogy ki kell várni, hogy ezeket a szavazatokat megszámolják, az egyébként törvényellenes, vagy valamilyen módon van egyfajta ilyen sumákolás, és azt hiszem ezt fogja képviselni, de hát előbb-utóbb ez ki fog derülni. Most már kellett volna beszélnie. Úgy gondolom, hogy azért az ő részéről sincs akkora öröm, bár abszolút benne van, hogy megnyeri a választást. Azt néztem pont, bocsánat a térképpel, lányok, mert ti
főleg hát ugye Krisztina Roland, aztán főleg tudom, hogy te kívülről tudod az egész amerikai elnökválasztás történetét oda-vissza, már lehet, hogy a jövőt is tudod. Nem, csak azt akartam tőled vagy tőletek kérdezni, hogy mondjuk, hogyha az ember azt látja, hogy Nevada, Arizona az még ugye nem eldőlt, akkor ott milyen államokról beszélünk, hogy ott az elmúlt évek választása az inkább a demokratáknak kedvező? Én az előbb azt mondtam, hogy a Julia szakértőnk az, aki hivatásszerűen foglalkozik vele. Ez az igazság, most tényleg nagyon sok mindent kell már így észben tartani. Arizonát kell elsősorban nézni szerintem most, és ott egyébként most Biden vezet neki, ez nagyon fontos. Talán nem is az a fontos egyébként, hogy történelmileg melyik államok hova húznak, hiszen azt láttuk, hogy korán a választás során már eldőltek azok, akikről egyébként lehetett tudni. Ugye az úgynevezett billegő államok, vagy csatatér államok, azok olyan, ahol nem számít ez a történelmi húzás, hiszen bárki elviheti, és nem véletlenül van ez a szorult helyzet most. Közben mutatjuk ugye ezt a digitális térképet, hogyha most nem tudom, ez biztos, hogy nem a CNN-é, ez a Fox News, igen, mert a CNN-en nézem én, de ott ugye ott még nem ez az infografika van. 238-213, ugye mondom, CNN, ezt látjuk. Igen. Az meg 220-213, tehát mindenféleképpen valamennyire Biden előnyt projektálnak. Akkor azt mondjuk el a nézőknek, hogy ez ugye látszólag nagy különbség, főleg, hogyha az ember mondjuk, hát mondjuk a CNN-nél is, ugye ott már csak 7 elektora különbség, az nem nagy, nem tűnik nagynak, de ez mondjuk ilyen hiba, amikor mindig azt mondjuk, hogy hiba határ, az ezen belül van ilyen elektori szempontból, vagy ilyenkor még teljesen felesleges beszélni. Ugye az elektor, az nem így működik, tehát hogy azt megkapja az ember, az nem úgy egy kicsivel kapja meg, vagy nagyon, hogyha megnyeri azt az államot, akkor megkapja. Persze, az elektori szavazatot. Azért kérdezem, hogy igen. Tehát, hogy államonként kell nézni, ugye most már jó ideje befagyott ez a számlás, nem mozdul sehová. Akkor fog mozdulni, hogyha valamelyik csatatér államnál összejön elég szavazat, tehát a feldolgozottsági szint eljut egy olyan pontra, mondjuk Wisconsinban már 90%-os feldolgozottság van, hogyha jól emlékszem, hogy el tudják dönteni, és ki tudják hirdetni, akkor adják oda az új elektor, de ez lehet, hogy hetekig fog tartani. Sok oka van ennek, az egyrészt a távolléti szavazás, vagy a levélszavazás, és maga a feldolgozás és a helyi szabályok. Ugye, hát már pedig heteket nem fognak a beszédekkel várni. Nem fognak, tehát Biden szokatlan egyébként az Egyesült Államokban, hogy mondjuk ottani idő szerint hajnali 2-kor még nincsen győztes. Ez nem egy szokványos helyzet, nem erre számítottak. Benne volt a pakliban egyébként az, hogy ez most el fog húzódni, de így, hogy tényleg nem lehet semmit mondani, ez nem jellemző az Egyesült Államokra. Hát egy valami azonban biztos benne, ezt már ugye tegnap is publikálták ugye több helyen, hogy bárki is nyer, annak nagyon-nagyon szoros győzelem lesz ugye az aránya, tehát hogy ott nagyon pici vagy minimális lesz a... Voltak demokraták, akik bíztak abban, hogy nagyon nagy fölénnyel nyert Joe Biden, de azért nem voltak többségben. Aha, mert ott lehet, hogy itt inkább az ilyen korábbi ilyen exit pollok vagy felmérések alapján mondták, de mindegy, nem nagyon tudom. Nagyon stabilak voltak a pollok, és nagyon sokáig Biden-t felülmérték. Voltak szkepszisek a tekintetben, hogy rejtőzködő Trump szavazók például. Nem is a rejtőzködő szavazó szerintem, mert úgy gondolom, hogy aki Trump szavazó, az büszke Trump szavazó. Inkább az, hogy jól mérik-e azt a koalíciót, akikből összeáll az a szavazói bázis, aki felsorakozik Trump mögött, és ugye a másik dolog pedig az, hogy a levélszavazás, emiatt nagyon sokan szerintem a republikánusoktól aznap mentek el szavazni, és ezt fog számítani. Kapcsoljuk, most menjünk tovább, jó, Morvai Péter kollégánkat, mert szerintem ott is azóta az elmúlt pár percben egy csomó hasznos információ, friss információ összegyűlt. Igen, ahogy Novák Andrés kollégánktól hallottuk, a Fehérház környékén érezhető a feszültség, nem véletlenül, mert a Fehérházban tartózkodik Donald Trump elnök, és arra készül, hogy beszédet intéz a nemzethez. Ez már a választás előtt egy vita kérdés volt a televíziós csatornák között, hogyha Trump, mint ahogy vélhetően most győzelmet hirdet magának, miközben még minden államban és köztük kulcsfontosságú államokban nem zárult le a szavazás, hogy ezt vajon közvetíteni fogják-e, közvetíthetik-e a nagy tévétársaságok. Én most úgy látom, hogy egyébként erre készülnek, de kérdés az, hogy mi fog
itt elhangzani, illetve az mennyire lesz releváns, reális. Ugye azt lehet látni, hogy két olyan kulcsfontosságú állam van, ahol nincsen még csak körülbelül kétharmados feldolgozottság, ez Michigan és Pennsylvania. Ebben a két államban Trumpnak az eddigi szavazatok alapján jelentős az előnye, Michiganben 9%-kal vezet, Pennsylvaniában pedig 14%-kal, de ezekről még ugye azt lehet mondani, hogy nagyon sok, és elsősorban korábban leadott, illetve a levélszavazat vár még megszámlálásra, tehát itt elképzelhető jelentős változás. Kérdés, hogy az elnöknek a beszéde például ezeket figyelembe veszi-e. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Mi kapcsolunk hozzád vissza, Iván. Köszönjük, igen, és jönök is, hogy itt volt.